2021-es év legszomorúbb zenei történése Siklósi Örs, az AVS zenekar frontemberének elvesztése volt. Még Örs betegsége előtt kértük meg a zenekart, hogy csatlakozzanak a Road Movie projekthez, el is készült akkor a dal, de utána a videoklipet már nem tudtuk megcsinálni, mert mindenkit nagyon letaglózott Örs 2021. februárjában bekövetkezett halála. Végül a zenekar és a Road Movie projekt úgy döntött, hogy ehhez a dalhoz mégis készüljön el egy különleges videoklip, és csináljuk meg a riportfilmet is, emléket állítva ezzel Örs különleges tehetségének és személyiségének. Reggel, amikor fölkeltem, akkor nekem is egy ilyen nagyon furcsa érzés volt, hogy tudtam, hogy most klipet fogunk csinálni, de hogy igazából ez nem lesz olyan, mint amiket eddig megszoktunk. De az nagyon sokat segített szerintem, hogy itt volt nagyon sok kedves barátunk, családja. Ezek lépcsők, amiket végig kell járni, és ez a mai, ez azt gondolom, hogy ez egy elég nagy lépcsőfok. Futás! Futás! Igen, jobban voltam az Örssel. Nem mondom, hogy a legközelebbi barátom volt, de nagyon sokszor mulattunk együtt, nagyon sokszor találkoztunk, dolgoztunk együtt, csináltam már neki klipet, és nagyon nehéz szétválasztani azt a két dolgot, hogy az ember hol határozza meg, vagy hol rakja oda a határvonalat, hogy mi az, ami nagyon személyesen az én érzelmeim, az én kapcsolatom ezzel az emberrel, ezzel az egész helyzettel, és honnantól szakma. Nekem ez nem is sikerült, viszont szerintem ez nem probléma. Amikor írtam a koncepciót, nyilván végig az volt az emberben, hogy benne végig az van, hogy végig egy ilyen, hát ez se elég jó, ez se méltó, ez hülyesség, ez nem tetszene neki. Ennél valami ősibb, egyedibb, frappánsabb kell. És aztán úgy tudtam őt behívni segítségül, hogy rengeteg anyagot néztem meg, amiben ő volt. És például mindig mezitláb lépett fel. Ez egy ilyen nagyon erős meghatározója volt neki, és ezt végig is vezetjük a klippen különböző megfogalmazás módokban. Most vagyunk, az utolsó pillér tulajdonképpen, az igazából itt a Zsámbékirom templomnál van, ami hát így már önmagában is nyilván csodálatosan néz ki, és mi ide igazából egy, hát hívjuk, hogy egy kórust találtunk ki, amely kórus az Örs legszűkebb baráti köréből, családjából, feleségéből, zenekarából, az általa körülvett milliónek a legszűkebb rétegében tevődik össze, és mivel a dalnak a utolsó taktusa tulajdonképpen egy kórusba fut ki, ezért igazából itt megteremtjük ezt a kórust. Ez az érzelmi töltet, ez az egész, ami történt, meg történik velünk, az egy ilyen nagyon erős emocionális behatással jár, és nyilván ez nehéz kezelni, nehéz ez úgy dolgozni, mintha csak egy sima meló lenne. Ugyanakkor viszont, ha itt nem vagyok én képbe, akkor ez elcsúszhat arányaiba ide vagy oda, és akkor az a végtermékre nézve nem tesz jót. Leesik újból, hogy nem stimmel a szám, hogy hányan vagyunk, és hogy mintha most is csak késne valaki. És aztán mindig van egy ilyen fal, ami bebizonyítja, hogy ez sajnos nem egy tévedés. De hogy ezek az érzések még így próbán is abszolút így megvannak, hogy az egyik fülmonitor mindig kikapcsolva marad. Maradjatok még egy kicsit, kérlek. Maradjunk együtt. A Mamutfenyőknél a zenekar fog játszani, ami nyilván megint egy ilyen meghitt dolog, hogy így Örs nélkül, hogy vannak ők. Egyébként is záróját nyitok és zárok, hogy itt volt egyébként Örs búcsúztató és a Mamutfenyőknél, tehát ez megint egy ilyen tök meghatározó és releváns kapcsolódási pont. Aki nézni fogja ezt, meg hallgatni ezt a gyönyörű számot, az igazából nem tud nem rettentően mély érzelmekkel hozzányúlni. Emlékszem önmagamra,
amikor még érintetlen szép volt. Akik követik a Road Movie-kat, azok tudják, hogy a dalok és a videoklipek mellé mindig készítünk egy riportfilmet is, amelyben a felkért zenészek elkalauzolnak minket arra a vidékre, amelyről a dalt írták. Ennek kapcsán találkozom most Bencével, Danival, Somával és Ronival, hogy bemutassák nekünk, együtt bejárjuk a Budakeszin, illetve a Zsámbéki medencében azokat a helyszíneket, amelyek fontosak a zenekar szempontjából, és amelyek kiemelkedően fontosak a régióban is. Először a gimnáziumnál találkozunk, ahol az AVS zenekar alakult. Sziasztok! Itt vagyunk a Prohászka Otokár Katolikus Gimnáziumnál. Bemutatjátok nekem ezt a helyet? Mert ha jól tudom, akkor itt alakult a zenekar. Persze. Így igaz. Hát akkor menjünk. Nézzük. Ez egy ilyen központi tér az iskolában, ez egy aula, látom egyébként. Nem is kicsi ez az iskola? Itt voltak az ilyen sulis ünnepségektől, ilyen március 15-e, a hétfő reggelimák, mert hogy nekünk az is volt. És ötödiktől jártatok ide? Aha. Lehetem, kivéve téged? Kivéve engem. Nagyon hallgatag vagy, te hova jártál? Én a Solymári Fészek-Waldorf iskolába jártam. Elsőtől, meg előtte a óvodába is oda jártam. És te ugye fiatalabb is vagy, mint ő. Fiatalabb vagyok, egy 4. Kötőjel öt évvel. Hát akkor te később kapcsolódsz be a történetbe, de ha visszaugrunk, de hogy itt gyerekek vagytok, akkor mi az az első pillanat, amikor elhatározzátok, hogy zenekart fogtok alapítani? Itt a suliban egyébként volt szerintem kb. 20 zenész, és így különböző kombinatorikai felállásokban mindenki játszott mindenkivel, mindenkinek volt legalább 4 zenekara, de az, amikor mi együtt játszottunk, volt egy Connector nevű punk zenekarunk, amit a Ronival és Őrssel csináltunk. Ronny az együttes legjobb dobosa. Ronny? Hát vett egyértelműen egy dobos. Csinálja a zajt, semmi más nem tud. Ebben a korszakban akkor ki hány éves, és ki kinek az osztálytársa? Én az Őrsnek az osztálytársa voltam, és hát szerintem ez olyan 14 évesek lehettünk, amikor ez megalapítódott, ez a Connector nevű zenekar. Ők meg fölöttünk jártak egy évet, tehát ők 15 évesek voltak, ők pedig a Conquistador zenekarnak a tagjai voltak. Mi ketten? Aha. Mi voltunk a heavy metalosok, ők a punkok. De ez egyre érdekes, hogy közben egy katolikus gimnáziumról beszélünk, az ember kívülről azt gondolná, hogy katolikus gimnáziumban valahogy rend van, fegyelem van, tehát ott nem punk zenekarokat alapítanak a diákok. Ez lehetett? Ezt akartuk ellensúlyozni, ezt a rendet és a fegyelmet ezzel, hogy punk zenekarokat alapítottunk. Ez érdekes, akkor ezek szerint itt több zenekar volt, tehát ez benne volt a levegőben, hogy ezt lehet csinálni. Igen, de volt olyan sportnap, amin játszottunk, utána odajött az igazgatónő, és így mondta, hogy hát jó van, hát végül is a gyerekek élvezték, tudod, ez volt így a dicséret. Meg a halálfejes pólóval volt. Igen, a és ilyen halálfejes zenekari pólónk volt, és odajött utána a hittantán, és így mondta, hogy ezt meg ne lássam még egyszer, és mutat rá a halálfejre így rajtam. Ki hogy emlékszik Őrse? Milyen gyerek volt? Nagyon rossz. Hát mi konkrétan úgy találkoztunk egyébként itt azon a folyosón, hogy mindkettőnknek ott volt az osztályterme, és mind a kettőnket mindig kiküldtek az órákról, mert rosszalkodtunk, és itt kint bandáztunk. Ez azért nagy lázadó volt, mert neki az anyukája is egyébként pedagógus. Szóval, hogy szerintem... Itt tanított, Kati néni. Tanított is, itt talán, igen. Tehát, hogy volt benne egy ilyen, ez a totális ilyen rendszerellenes ilyen lázadás. Nagyon jellemző volt rá. Őrsről egyébként mindenki tudta itt az iskolában, hogy ő kicsoda, még akkor is, hogyha nem ismerte. És egyébként a tablójára is az van írva, hogy a Kárpát-medence legígéretesebb zenésze, vagy énekese, vagy valami ilyesmi. És mert hát már akkor is mindenki gondolta, hogy neki ezzel kell foglalkoznia. Ezt a tablót, ezt meg lehet nézni? Kint vannak még a falakon a tablók? Persze, itt van. Megmutatjátok? Aha. Nézzük meg. Van a lépcsőfordulóban? Ez maga a tabló. Kíváncsi, hogy megtalálod-e.
Ja, meg, látom, búcsúzik a legek osztálya 2002-2010, ez pont. Ja, hát épp, persze. Siklósi Őrs, a Kárpát-medence legígéretesebb sztárja. Akkor nem is zenésze? Azt így gondolták, hogy ő azért végig vinni fogja valamire. Mert ugye ő színi tanodás is volt, meg zenélt is, meg minden, és tényleg mindenki tudta róla, hogy ő kicsoda. Még akkor is, hogyha nem ismerte. Ő egy ilyen fogalom volt itt a suliban. A családja is mindig, ez az egyik első, amit elmondó, amikor megkérdezik tőlük, hogy milyen volt Őrs, és akkor szeretett a középpontba lenni. És akkor ti hol vagytok? Mindenki más tablón szerepel itt a suliba? A Roni egy másikon van, mi a Danival viszont osztálytársak voltunk. Ezt megmutatjátok ezek olyan? Keressük meg, kíváncsi. Megnézzünk mindenkit. Jó. Ti mikor végeztetek? Mi a Danival 2009-ben. Ja, és akkor ti az 10-ben, Roni 11-ben. Ide jöttünk? Ez ide. Az? Ide. Aha, ez. Megpróbálom megtalálni a Ronit. Nehéz lesz. Nem olyan egyszerű, igen. Hajszín nem egyezik, azt elárulhatom. Igen, mert? Hát, volt egy rossz korszakom. De már ez vagy te? Igen, igen, sajnos. Te vagy vörös. Vörös vagy, de hosszú hajad van. Vörös áron. Vörös áron. Vörös áron. De miért volt vörös hajad? Hát tudod, ez egy ilyen úgysem ered sztori. Jó, és akkor a tiéd az hol van? A tiétek? Miénk, az pedig egy emelettel lejjebb. Még itt menjünk. Le tudunk menni, aha, jó. Itt a régi részen. Okay. Ez az. Ez az? Hú, itt már nehezebb megtalálni titeket. Ajajajaj. Ja, itt van. Bence. Igen, és a Danit. Na, én vagyok a nehezebb feladat. Hát a Danit én egyáltalán nem látom. Mutasd meg, hogy nézel ki. Így néztél ki? Volt már szakállat? Jaj, de itt nagyon helyes fejed van. Tudod, neked gyerek fejed van még. Mert a Bence az tulajdonképpen nem, de egy ilyen ifjú ügyvéd, vagy nem tudom. Igen, egy tényleg. Dr. Bence. Dani, te nagyon sokat változtál. Hát igen. Soma, és akkor te itt nem ismered még a fiúkat. Te mikor érkezel meg a zenekarba? 17, 6. A tutiba. Igen, amikor bár... A sikerbe belépett. Nem, tehát ez nem így működik. Tehát én beléptem, és utána jött a tuti. És amikor nem tanulás volt, vagy nem zenéltetek, akkor mit csináltatok még? Hát gyakorlatilag bármit, csak ne kelljen tanulni, de egyébként a foci volt még nekünk az egyik ilyen nagy ilyen közös dolgunk. Illetve mi inkább szerettük, a Ronyi meg az Őrs nem annyira. Mi nagyon rosszak voltunk benne. Én sem vagyok túl jó focista, de focizhatunk egyet. Én arra gondoltam, hogy... Ilyen nosztalgia party. Jó. Hogy volt pontosan ez a foci? Hát te itt se voltál, te nem focizhattál velük. Nem, de jobb is nekik. Mi, te olyan jó futballista vagy? Nem. Csak olyan agresszív. Te sportod az mi volt? Jégkorongvasárlabda. Roni, te mint óriási focista. Hát én vagyok a legnagyobb focista. Hát igazából a Dani meg a Bence volt az óriási focista zenekarból mindig is. Mi igazából féltünk tőlük, mert ugye egy év különbség volt köztünk. Az Őrs mindig mondta is egyébként, hogy a Dani mindig ilyen magorván néz, amikor elmegy mellette. Ki a legjobb focista közületek? Nincs ilyen. Nincs ilyen. Mi egy identitás vagyunk, és egy nagy jó focista. Akkor most hogy játszunk vele? Most ez nem olyan egyszerű öt embert szétosztani. Én még nem fociztam velük, szóval én nem tudom, hogy ki hogy játszik. Azt tudom, hogy a Roni az biztos ména. Igen. Én 10 éve nem fociztam, úgyhogy fogalmam sincs. De miért? Azt is lehet, hogy ti lesztek együtt, mint régen. Ennyi, jó, hárva megpróbáljuk őket megfogni. Én nem egyedül meg tőlük. Legyen így. Lehet? Hagyunk az éjszaka, a fények, bennünk égnek. Más volt a múlt, de mi vagyunk a ma. Eltűnik a jövőképet. Mi vagyunk a többség. Miért hagyjuk, hogy felettessék? Nálunk a szó, amivel nem élsz. Fiatalság, kicsit tessék. Kicsit hagytuk magunkat, mert ciki lett volna, hogy hárman vagyunk, és mi nyerünk, de nagyon jó. Menjünk tovább akkor, megmutattok nekem helyszíneket Budakeszin, ami egyrészt fontos nektek, meg ahol találkoztatok annó sokat az Őrssel. Persze, legyen úgy. Jó, öltözzünk át, és akkor...
Szabadon nézem a folyót, ahogy feltölti a sár. Messze bújnak előlem a gondok és a gyász. Lehalkítom magamban a csöndet, hogy végre lássak. Itt vagyunk Budakeszi határában, az óriás mamutfenyőknél. Hány évesek ezek a fák? Azt néztük, hogy több száz. Nem, több mint száz. Több mint száz évesek. De még tinik, mert azt is megnéztük, hogy 3000 évig is élhetnek. 3000 év múlva itt lesznek ezek a fák? Ha nem csap eléjük egy villám, mint ebbe. Itt volt egy másik? Ennyire közel volt? Igen. És miért fontos ez a helyszín a zenekarnak? Rengeteget jártunk ide kiskorunkban garázdálkodni. Mindenki? Tehát mindenkinek van ilyen élménye? Ez ilyen keszis dolog, igen. Igen, itt ez tényleg jó szól rá, ez a garázdálkodás. Ez a helyszín szerepel a dalnak a videoklipjében is? Ez volt az egyik helyszín, igen. És miért? Az emlékek miatt? Emlékek miatt, meg ez is szerintem egy ilyen elég ikonikus helye Budakeszinek, igen. Őrs is sokat volt itt? Igen, sőt, nagyon közel lakott ide, a Felkeszi utcában laktak ők. Mit lehet még itt csinálni? Többek között mondjuk rakni egy tábortüzet, és ilyen nagyon romantikusan köré ülni. Wow, rakjunk tábortüzet, ki tud tüzet rakni? Ez nem is olyan egyszerű. Roni meg Örs voltak cserkészek. Megpróbáltam, de fiúk segítségét fogom kérni hozzá ezért. Szerzünk fát és tüzet rakunk. Oké, merre van ez a tűzrakóhely? Arra. Nagyon jó kis tűz lett ez. Köszönjük szépen. Szuper. Közös munka. Milyen jó, már ilyen jó meleg is van. És milyen volt forgatni ezt a klippet? Hát nehéz. Pokoli. Nyilván gondoltuk, hogy nehéz lesz, de valamennyire azért egy feladatként is tekintettünk erre, hogy ezt nekünk muszáj megcsinálnunk, mert ez így lesz szép, hogyha mi tényleg belerakjuk magunkat. És egyébként azt gondolom, hogy így a végeredményt látva ezt azért is sikerült is, meg megérte minden egyes ezzel töltött perc. Nehéz volt ugyanúgy a koncert is, igen, akkor a klipet is megcsinálni, de ezt tudjuk, hogy ezekkel mind végig kell mennünk. Hát ez egy hosszú gyász időszak, az biztos. Egyébként az Emlékszem című dalnál, ugye az Őrs az nem csak szövegíró, hanem zeneszerző is, az egész dalt ő jegyzi. Ez hogy így alakult? Mert normálisan ti is írtok zenét. Azt kell rólunk tudni, hogy mi mind az öten dalszerzők voltunk eleinte, aztán már csak mi négyen, mert ő mondta, hogy inkább szeretne a szövegre koncentrálni, de valahogy úgy alakult, hogy ezt a dalt ezt pont ő így magára vállalta, mert volt egy jó ötlete, vagy igazából egy akkordmenet, ami végig kíséri az egész dalt. Ő találta ki az alap hangszerelést is, hogy legyen, és akkor mi meg csak kicsinosítottuk. És akkor miről szólt ez a dal eredetileg, Roni vagy Dani? Mert gondolom változott a jelentése azóta. Azt szerintem, ahogy az Őrs írta meg, úgy nem igazából halála után változott a jelentése sokat a dalnak, de egyébként abszolút erről a budakeszi feelingről milyen lehetett itt élni. Hát meg arról, hogy el kellett innen költözni igazából, és nagyon szeretett itt lakni aztán. Mindig is arra vágyott, hogy ő majd, hogy felnőttként visszatérhessen ide, családjaddal mondjuk adott esetben. És emlékkoncert az úgy alakult, hogy elterveztétek? Tehát ez egy ünnepség lett, vagy egy olyan, mint egy ilyen temetési szertartás? Kinek milyen hangulat volt? Dani? Hát alapvetően nyilván most az, hogy terveztük el, ez a nehéz kérdés, mert igazából szerintem egyikünk sem tudta, hogy pontosan mit fogunk ott érezni a színpadon. Tehát nyilván ilyen iszonyatos vegyes érzelmek, és közben jó érzés volt ezt az egészet végigcsinálni, de nyilván volt azért elég sok olyan pontja, amikor így elég nehéz volt ott állni a színpadon, vagy végigcsinálni ezt az egészet, de alapvetően szerintem egy nagyon, nagyon szép megemlékezést és ünnepséget csináltunk az Örsnek.
szerintem igazán csak a koncert után gondoltunk bele, ott a helyszínen nem annyira. Persze ott is voltak ilyen hirtelen érzelmek, amik így ránk jöttek. Szerintem ezért is tört ránk ez az üresség, mert így felfogtuk, úristen, most mi történt? Mi miért voltunk ott tulajdonképpen? Meg miért volt ott ez a több mint 7000 ember? Még utána mit fogunk csinálni? És ez a... Igen, eddig volt feladatunk, azelőtt a koncert előtt, és most ugye ez a kérdés, hogy ez a nehéz, hogy megint feladatot találni, ami amúgy van, csak el kell kezdeni. Hát igen, ez egy elég komplex gyász ilyen szempontból, ugye nem csak a barátotokat, meg a zenekari társatokat, a frontembert veszítettétek el, hanem hogy egy ilyen jövőképet is, hogy most akkor az AVS az micsoda, mi az Őrs nélkül? Hát gondolom folyamatosan ezen gondolkoztok. Erre a legkönnyebb válaszolni, mert ez nem, nekünk ez nem kérdés. Tehát, hogy ez így viszonylag hamar kiderült, hogy nekünk mindannyiunkban az az érzés, hogy ezt nekünk muszáj csinálnunk. Egyszerűen így tartozunk Őrsnek is, meg magunknak is annyival, meg hát azért ebben nekünk mindannyiunknak 15 éves munkánk van, és ez nem hagyhatjuk annyiban. Őrs személyisége, ahogy fejlődött, arra nagyon nagy hatással voltunk mi, illetve a zenekar, és ez oda-vissza is működött, úgyhogy ennek így kell folytatódnia. Valakinél van vaku? Tudom, hogy elhitted, de fel soha nem foghatod. Egy percig nem érezheted át, én mindig egymagam maradok. Látod a hatatlan részem, párogod, és szabad akaratot kérek a karmától. Lelkedben légy, de nincs már eladó, azt látod. Lelkiismeret furdalásotok van bármi miatt? Szerintem ilyenkor, hogyha valaki ilyen hirtelen megy el, akkor ez ki elkerülhetetlen. Mert nyilván nagyon sokszor eszünkbe jut, hogy mennyi mindent mondhattunk volna, meg mennyi mindent nem mondtunk elégszer, meg ilyenek. És ez szerintem ez normális. Még ha nehéz is ezzel megbirkózni, ezt el kell fogadnunk, hogy ez normális. Kinek volt a legjobb barátja? Hogy mindannyian ti egyformán jó barátok vagytok, vagy voltatok? Mi szoktuk azt mondani, hogy ez a zenekar, mert ezt ilyen félig viccesen szoktuk mondani, de egyébként meg igaz, hogy ez a zenekar, ez egy identitás. És azt gondolom, hogy ez jól jellemzi azt, hogy mi hogyan működtünk. Ez az egész működésünket, meg a mi kapcsolatunkat. Tehát én azt gondolom, hogy ez a zenekar azért tudott 15 évig így fennmaradni, meg így egyről a kettőre lépni, mert hogy mi nem csak zenésztársak voltunk, hanem a legjobb barátok is. Ez nyilván egy életen át elkísér majd titeket, ez egy öröksebb, amivel együtt fogtok élni, de azon például gondolkodtatok, hogy mi van, hogyha nem lesz új énekes, hanem csak ti maradtok négyen, és ti énekeltek? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, ami egy teljes embert kíván, és az embereknek kell egy frontember. Mi nekünk, mind a négyünknek megvannak a szerepeink a zenekarban, és mi ezeket igyekszünk a legjobb tudásunk szerint csinálni, de a közönség meg megérdemli, hogy legyen egy frontember, aki
aki velük tud úgy interakcióba lépni, én azt gondolom, hogy ez egy teljes embert kíván. Tehát akkor lesz majd egyszer csak énekes. Ez olyan lesz, mint az AC/DC, vagy az összes többi ilyen zenekar, ahol egy karizmatikus énekest elveszítenek, és aztán lesz egy új korszakuk. Nem jelentenénk ki se ezt, se az ellenkezőjét. Mert hogy azt gondolom, hogy picit visszafordítva az, hogy igazából, ha még énekelni meg is tanulnánk úgy, egyik pillanatról a másikra nem lesz valakiből frontember. Tehát, mert egyszerűen szerintem ez nem így működik, hanem pont az, amit már ma így sokat beszéltünk Őrsről is, hogy ő milyen személyiség volt inkább. Én azt gondolom, hogy az talán még egy nagyobb része ebben a szerepkörben, mint az, hogy mint a hangja. Igen, viszont ami az Őrsben még az a hatalmas plusz volt, az maga az ő személyisége, vagy az, hogy a szövegein keresztül is átjött, vagy a színpadi jelenlétén, az interjúkban, amit adott. Szerintetek Őrs mit képviselt, vagy ki volt ő a magyar könnyű zenei életben, a jelenkorban? Túlzás nélkül tényleg azt merem mondani, hogy a korunk, illetve a következő generáció, akik most fognak ezután jönni majd így a magyar metal zenében, főleg akik magyarul énekelnek, én azt gondolom, hogy az Őrs nekik egy nagyon-nagyon meghatározó egyéniség volt, akitől nagyon sokat tudtak tanulni, de nem csak a nálunk fiatalabbak, hanem még egy-két idősebb olyan ember is biztosok benne, hogy így van vele, aki mondjuk magyarul énekel, mert szerintem picit megreformálta így a szövegeivel, hogy lehet modern, napra kész metal zenét is magyarul, mély gondolatokkal és nagyon jó tartalommal megtöltve előadni. Hát nem lesz ez egy könnyű út, de vigyázzatok a barátságotokra, mert ez a legnagyobb kincs jelenleg, ti is ebből építkeztek, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést, meg nézzük meg az Emlékszem című klipet akkor. Bárcsak ne ismernélek, bárcsak soha ne láttalak volna. Bárcsak ne ismernélek.
mikor még érintetlen szép volt.